terminológiával. Máskülönben pedig alapelveket is tisztáz, amelyeket a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség javasolt. Nagyon lényeges módosítás az üzemanyag ciklus lezárásának a kérdése. Tudnélik, Pakson nagy aktivitású hulladékot kezelnek, és nem mindegy az, hogy a kezelés az milyen időtartamú. A módosítás lehetőséget ad a központi nukleáris pénzügyi alap felhasználásának a bővítésére. Alapvető ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulási feladatokról szól a módosítási javaslat. Ezen kívül a nukleáris és más radioaktív anyagok és nukleáris létesítmények fizikai védelmének szabályozását is megteszi. A nukleáris biztonságra hatással lévő átalakítási szabályokat részletezi. És nem utolsó sorban pedig a nukleáris technikai munkakörökben foglalkoztatottakra ír elő szabályokat. Valamint részletezi az atomenergia alkalmazása körében eljáró önálló szakértőkre vonatkozó passzusokat. Tisztelt Országgyűlés, a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság 2011. június 6-ai ülésén 18 igen és egy nem szavazattal a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta. Köszönöm. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt Országgyűlés. Megadom a szót Jávor Benedek képviselő úrnak, a Fenntartható Fejlődés Bizottság elnökének. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden tájékoztatom a tisztelt házat a Fenntartható Fejlődés Bizottság többségi véleményéről. A bizottság tegnapi ülésén megtárgyalta az atomenergiáról szóló 1996. évi 116. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot. A bizottságban egyetértés alakult ki azzal kapcsolatban, hogy a hivatkozott törvény megérett a módosításra, szükséges ennek a biztonsági szempontok érvényesítése érdekében való módosítása. A bizottsági ülésen elhangzottak értelmében a bizottság tagjai abban is egyetértettek, hogy ennek a módosításnak a során a közelmúlt tapasztalatait, ezek között kiemelten a fukushimai atomerőmű baleset tapasztalatait fel kell használni és be kell építeni a vonatkozó szabályozásba, és a nukleáris biztonság erősítése az a szempont, amelynek mindenek előtt érvényesülnie kell a módosítás során. A vita során a bizottság tagjai felvetették azt is, hogy maga a törvény alapvetően az engedélyezés, illetve az ellenőrzés feladataira koncentrál, ugyanakkor nem lehet elvonatkoztatni attól a helyzettől, amelyben Magyarország jelen pillanatban van, a paksi atomerőmű működő blokkjainak élettartam hosszabbítása, illetve esetleges bővítése különös aktualitást ad a vonatkozó törvénynek. A bizottság tagjai üdvözölték, hogy a módosítás összhangban hozza a hazai szabályozás terminológiáját, célkitűzéseit a nemzetközi előírásokkal, illetve a NAU elvárásaival és rendelkezéseivel. Mindezek alapján a bizottság, jó lehet egyes tagjai felhívták a figyelmet arra, hogy módosító, valószínűleg bizonyos pontokon módosításokra szükség lesz a törvényben, de összességében a törvényt általános vitára alkalmasnak találták, 18 igen szavazattal elfogadták a törvény általános vitára való alkalmasságát. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt Országgyűlés. Most az írásban előre bejelentkezett képviselőknek adom meg a szót. Elsőként megadom a szót Márton Attila képviselőnek, a Fidesz képviselőcsoportjából. Öné a szó, képviselő úr.
Köszönöm a szót, elnök úr. Az atomenergiáról szóló 1996. évi 116-os törvényt az országgyűlés 1996. december 18-án fogadta el. Megalkotása az 1996 óta nem került sor a törvény szabályrendszerének átfogó érdemi felülvizsgálatára. Időközben azonban jelentősen fejlődött az atomenergia alkalmazásának nemzetközi egyezmény és követelményrendszere. Fontos nemzetközi fejlesztések indultak a nukleáris üzemanyagciklus terén, ezért az atomenergia alkalmazásának a társadalom és a nemzetgazdaság szempontjából fontos fenntartásához megfelelő jogi kereteket kellett teremteni. A jelen törvényjavaslat szerinti módosítás célja e korszerű, a nemzetközi követelményekkel minden tekintetben összhangban álló jogi keretek megvalósítása. A jelen módosítás az eddigi szabályozás több elemét is érinti. Nézzük először az elsőt, amely a fogalmakra, alapelvekre, illetve magának a törvénynek a hatájára vonatkozik. A módosítás egyrészt összhangba hozza a nemzetközi szaknyelvi terminológiát a hazaival, a teljes egyértelműség, a nemzetközi szabályokkal való összhang és a nemzetközi összehasonlíthatóság érdekében. A módosítás emellett a 4/A paragrafus beiktatásával olyan alapelveket vezet be, amelyek nem újak, de amelyek a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ajánlása szerint jogszabályban megjelenítendők. Ide tartozik például az atomenergia felügyeleti szerv függetlensége, az engedélyes elsődleges felelőssége a biztonságért, az ember és a környezet sugárzástól való észszerű védelmének biztosítása az atomenergia alkalmazója részéről. A módosítás érinti a törvény tárgyi hatáját is, melyre nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség miatt van szükség. Az atomenergia törvény jelenleg kiveszi a hatája alól az életre, egészségre, környezetre veszélyt nem jelentő nukleáris anyagokat, így ezekre az atomenergia törvény 16. paragrafusa szerinti központi nyilvántartás vezetési kötelezettség sem vonatkozik ma. A módosítás figyelemmel az említett nemzetközi kötelezettségekre kizárólag a nyilvántartásra vonatkozó szabályok vonatkozásában az atomenergia törvény hatája alá fogja vonni a nem veszélyes nukleáris anyagokat is. Az üzemanyagciklus lezárás, központi nukleáris pénzügyi alappal kapcsolatos elszámolás a másik nagyobb témakör. Az atomenergia fenntartható alkalmazásának, valamint új atomerőművek építésének előfeltétele, hogy a kiégett üzemanyag biztonságos, védett, megbízható és gazdaságos kezelése megoldott legyen. A jelenlegi gyakorlat a kiégett üzemanyag átmeneti tárolása néhány országban, a kiégett üzemanyag tárolása. Néhány országban azonban már feldolgozzák ezeket az üzemanyagokat, a nukleáris anyagot újrahasznosítják, a kapott nagy aktivitású radioaktív hulladékot pedig végleges elhelyezésre tárolókba teszik. Ezen túlmenően az utóbbi években jelentős kutatások voltak, amelyek a kiégett üzemanyag fejlettebb technológiákkal való feldolgozását célozzák. A nukleáris anyag jobb hasznosítását, a kevésbé veszélyes hulladékok kezelését eredményezik ezek a technikák. Magyarországnak fontos érdeke, hogy különös tekintettel az új atomerőművi blokkok létesítésének előkészítésére bekapcsolódjon az etéren megvalósuló nemzetközi folyamatokba, valamint nemzetközi fejlesztésekbe. A módosítás definiálja a nukleáris üzemanyagciklus lezárása fogalmát is, ahogy ez már többször is elhangzott, és bővíti a központi nukleáris pénzügyi alap felhasználásának elvi lehetőségét, miáltal lehetőséget ad a nukleáris üzemanyagciklus lezárásával kapcsolatos új koncepciók kidolgozására, a jelenlegi gyakorlat átgondolására. A jelenleg hatályos törvény az üzemanyagciklus lezárásával összefüggésben kizárólag a végleges elhelyezésről szól. A módosítás eredményeként az előbb elmondottaknak megfelelően a törvény elfogadása esetén a központi nukleáris pénzügyi alapból a nukleáris üzemanyagciklus más módon való lezárása is finanszírozhatóvá válik. Az átalakítás szabályainak változtatása. Úgy gondolom, hogy ez a törvény talán egyik legfontosabb területe. Az átalakításokkal kapcsolatban rendelkezésre álló információ szerint a 2003. évi paksi üzemzavart követően a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség felülvizsgálta az üzemzavarhoz vezető okokat, és ezek alapján javító intézkedéseket javasolt, melyek egy része az átalakítások hatósági felügyeletét is érintette. Az átalakítások a jelen törvényjavaslatban is megjelenő
szabályrendszere összhangban van a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által megfogalmazott elvárásokkal. Fontos azonban kiemelni, hogy a tervezett szabályozás átalakításokra vonatkozó új elemei nem jelentik sem a biztonsági követelmények lazítását, sem a hatósági felügyelet gyengülését. Az átalakítások felügyeletét mind az engedélyes belső független felügyeleti szerve, mind pedig az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan végzi, és e felügyeletre a korábbiakkal egyezően az átalakítás nukleáris biztonságra gyakorolt hatása szerinti kategóriába sorolással összhangban kerül. Az átalakítás végrehajtására, azaz az üzemelő rendszerre való rácsatlakozásra csak átalakítási engedély birtokában kerülhet majd sor. Az új szabályozás az átalakítások engedélyezés során az engedélyezésre orientált megközelítés megváltoztatásával a nukleáris biztonsági szabályozás korszerűsítését, a nemzetközi gyakorlattal való összhang megteremtését valósítja meg, továbbá az előbbiekre figyelembe veszi a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ajánlásait is. A törvényjavaslat az átalakítások tekintetében csak a legalapvetőbb törvényi szintű szabályozást igénylő kérdéseket rendezi. A szabályozás igen jelentős másik részét, az átalakításokkal kapcsolatos részletes követelményrendszert a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági szabályzatait tartalmazó kormányrendelet adja meg. Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások a következő nagyobb témakör. Az atomenergia törvény eddig is rendelkezett az ellenőrzési és informális célú önkormányzati társulásokról, amelyeket a nukleáris létesítmény vagy a telephely kutatással érintett terület környezetében élők tájékoztatását szolgálja. Az állami számvevőszék oly sok tevékenysége, vagy oly sok terület mellett természetesen ezt a területet is ellenőrizte, és a szabályok pontosításának szükségességét állapították meg. A társulásoknak csak is a közvetlenül érintett, vagy azzal szomszédos települések lehetnek a tagjai, és létesítményenként csak is egy társulás részesülhet támogatásra a központi nukleáris pénzügyi alapból. A támogatás tájékoztatási, működési, ellenőrzési és településfejlesztési célokra használható fel, azaz a felhasználható területek köréből kikerül majd a területfejlesztési cél. Fizikai védelem, a újabb, nagyobb fejezet. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében 1979-ben elfogadott, és az 1987. évi 8-as számú törvényerejű rendelettel kihirdetett nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló egyezménynek a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által szervezett diplomáciai konferencia keretében 2005. július 8-án aláírt módosítása kihirdetéséről szóló 2008. évi 62. törvény végrehajtására történő felkészülés, valamint a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által a nukleáris és más radioaktív anyagok, valamint nukleáris létesítmények nukleáris védettségével és a fizikai védelmével összefüggésben a közelmúltban kiadott útmutatók szükségessé teszik a tárgyi szabályozás teljes körű újragondolását. A javasolt jogi szerkezet szerint az atomenergia törvényben kerülnek meghatározásra a legfontosabb fogalmak, a nukleáris védettség és a fizikai védelem fő célkitűzései, valamint felhatalmazást kap a kormány a nukleáris és más radioaktív anyagok és nukleáris létesítmények fizikai védelmének kormányrendeletben történő szabályozására. A kormányrendeletben előírt követelményeknek és kijelölt hatósági eljárásoknak való megfelelés lehetséges módjait az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója által kiadott, a hatóságok által elfogadott és támogatott jó gyakorlatot leíró útmutatók fogják majd tartalmazni. A különböző meghatározott munkakörökben foglalkoztatottakra vonatkozó kizáró okok, amelyekről a törvény rendelkezik. A hatályos atomenergia törvény büntetlen előéletet követel meg meghatározott munkakörök betöltése feltételeként, továbbá meghatároz számos olyan bűncselekményt, amelyek elkövetése hosszabb időre kizáró ok a foglalkoztatásból, mint ahogyan az az általános büntetőjogi szabályok szerint a büntetett előélet megállapításának alapjául is szolgál. Kizáró ok továbbá a szándékos bűncselekmény gyanúja miatt folyó büntető eljárás is. A módosítás ezt a rendszert alapvetően nem változtatja meg, de a részletszabályokat azonban korrigálja.
Egyrészt módosítja a kizáró okokkal érintett munkaköröket, másrészt a konkrétan megjelölt bűncselekmények köre is változik. Bekerülnek például olyan tényállások, amelyek hosszabb időre való kizáró okká tétele, itt is különösen fontos, és kikerül néhány olyan tényállás a szabályozásból, amelyek ténylegesen nem relevánsak az atomenergia alkalmazása tekintetében, itt szerepeltetésük nem indokolt ebben a felsorolásban. A módosítás garanciális átmeneti szabályokat tartalmaz annak érdekében, hogy akik munkaköre most kerül a törvény hatája alá, azoknál a kizáró okok csak a jövőbeni elkövetésre korlátozódjanak. Az atomenergia alkalmazása körében eljáró önálló műszaki szakértők kérdése, amellyel még foglalkozik a törvénytervezet. A szakértőkre vonatkozó szabályok annak ellenére hiányoznak, hogy meghatározott esetekben a vonatkozó jogszabályok kötelezővé teszik az engedélyes számára független szakértői vélemény benyújtását. A módosítás ezért lefekteti a szakértőkre vonatkozó szabályok alapjait, amelyet majd a törvény felhatalmazása alapján kormányrendelet egészít ki. A szakértő a szükséges végzettséggel, képesítéssel és gyakorlattal rendelkező személy lehet, aki rendelkezik továbbá az e tevékenységre vonatkozó engedéllyel is. Az engedélyt a Magyar Mérnöki Kamara adná ki. Tekintettel arra, hogy az atomenergia alkalmazásával kapcsolatban eljáró szakértő szakértelméhez fokozott érdek fűződik, engedélyezési rendszer bevezetésére kerülhet sor az Európai Unió állampolgárai esetében is. Azon szakértők, akik nem az Európai Unió tagállamai esetét állampolgárai eseti engedélyt kaphatnak majd, amelyet az atomenergia felügyeleti szerve ad ki számukra. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, ezek azok a fő pontok, amelyek a benyújtott törvényjavaslatot jellemzik. Mivel több bizottságban is konszenzus alakult ki a törvényjavaslattal kapcsolatban, tisztelettel kérem a házat és képviselőtársaimat, hogy támogassák a törvény elfogadását. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés, felszólása következik. Józsa István képviselő úr, az MSZP képviselőcsoportjából. Önnél szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Nagy jelentőségű törvényjavaslat van most a ház előtt. Az atomenergia energetikai CO felhasználása Magyarország villamos energia ellátásában meghatározó szerepet játszik, és a energetikai energiafüggetlenség egyik kulcs szerepe. A hazai felhasználás, hazai termelés 40%-át adja jelenleg a paksi atomerőmű, és olyan üzemanyag készletezés mellett, ami 2 évre elegendő friss üzemanyag tárolását teszi lehetővé, tehát a jelenleg rendelkezésre álló energiaforrások közül a legbiztonságosabb és a legnagyobb időtartamra készletezhető forrást jelenti, természetesen a lignit vagyon felhasználására épülő mátrai hőerőmű mellett, amelyik szintén atomerőmű. Atomerőművel azonos nagyságrendet képvisel, és szintén hazai területen előállítható, megtermelhető az energia forrás, tehát nincs kiszolgáltatva másnak. A jelen törvényjavaslat szükségessége gyakorlatilag évek óta érett. Nem csak azért dicsérem a előkészítést, mert 90%-ban már az előző kormány által előkészített, de azért is, mert a legújabb előírásokat is figyelembe veszi. Tehát a nukleáris biztonsági szabályozások korszerűsítése a paksi atomerőmű üzemidő hosszabbításával összefüggésben, valamint a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség újonnan összeállított nukleáris biztonsági alapelveinek. Úgy látszik, hogy fogalmazásgátlót vettem be itt az ebéd során. És a Nyugat-Európai Nukleáris Hatóságok Egyesülete, angol rövidítésbe a VENRA által meghatározott követelmények, vagy más néven referencia szintek figyelembevételével került kidolgozásra. Az előterjesztett törvényjavaslat beemeli a szabályozásba
a nukleáris biztonsági követelményekkel kapcsolatos alapvető biztonsági célkitűzéseket, azaz az ember és a környezetvédelme az ionizáló sugárzás káros hatásaival szemben, valamint az engedélyezésre orientált megközelítés megváltoztatásával a korszerűsítési, a nukleáris biztonsági szabályokat európai társhatóságok gyakorlata, a hazai közigazgatás korszerűsítése és az erőforrásokkal történő hatékonyabb gazdálkodás céljait is figyelembe véve. Tehát, ahogy a államtitkár úr mondta, ez egy korszerűsítés is a korábbi gyakorlathoz képest. Az atomerőművi átalakítások szabályainak módosítása következtében a hatósági felügyelet rugalmasabbá válik, a tevékenység súlypontja az előbb ismertetettek szerint az engedélyezésről az ellenőrzésre helyeződik át. A szabályozás bevezetésével a létesítmény engedélyese, röviden a Paksi atomerőmű döntően, önállóbban nagyobb döntési szabadsággal és felelősséggel jár el, tehát a felelősségi köröket is pontosítja a törvényjavaslat. A szabályozás ugyanakkor megőrzi mindazokat az elemeket, amelyek a nukleáris biztonság szintjének megtartásához szükségesek. Ennek keretében átalakításra, pontosításra kerülnek az Országos Atomenergia Hivatal, rövidített nevén a OAH feladatai is. A törvényjavaslatban szereplő szabályozást a nukleáris biztonsági szabályzatokat tartalmazó új kormányrendelet egészíti ki, ezzel válik teljessé a nukleáris biztonság garantálása. A törvényjavaslat szerinti szabályozás alapján az átalakítások felügyeletét az OAH továbbra is a nukleáris biztonságra való hatás alapján végzi, amelyhez az alapot az átalakítás nukleáris biztonsági kategóriába sorolása adja meg. Tehát előre eldöntik, hogy melyik berendezés, melyik rendszer milyen hatással bír a nukleáris biztonságra, és ennek megfelelően kerül sor a későbbiekben ezeknek a engedélyezési elbírálására. A hatóság átalakításokra vonatkozó felügyeleti tevékenysége a létesítmény engedélyesének előkészítő, végrehajtó és felügyeleti tevékenységére épül. Kizárólag azok a tevékenységek engedélykötelesek az átalakítások során, amelyek az üzemelő rendszerbe történő beavatkozást igényelnek, és ezáltal közvetlenül befolyásolják a nukleáris biztonságot. Megjegyzem, ez szemléletében most kerül összhangba a nemzetközi gyakorlattal. Minden ezt megelőző előkészítő tevékenység, amely a nukleáris létesítmény üzemének érintése nélkül elvégezhető, nem igényelnek hatósági engedélyt. Ez nem jelenti azonban azt, hogy ezek a munkák az OAH látóköréből kikerülnének, ugyanis mint az átalakítás előkészítési, mint pedig a végrehajtási szakasza továbbra is hatósági felügyelet alatt történik. Az átalakítások felügyeletét a nukleáris biztonságra való hatással tekintettel továbbra is az engedélyes belső független felügyeleti szerve és az Országos Atomenergia Hivatal végzi, változatlanul a kategóriába sorolásnak megfelelően. Tehát minden kategóriának megfelelő ellenőrzési szint van előírva. A törvényjavaslat módosítja a központi nukleáris pénzügyi alapból a rádióaktív hulladéktárolók engedélyese által nyújtott támogatás felhasználásának szabályozását. Ennek megfelelően, változatlanul ragaszkodva a társulási szabadság törvényben rögzített elveihez, a törvényjavaslat előírja, mondhatni pontosítja, hogy csak a létesítményt befogadó település és az azzal területileg határos települések, illetve a telephelykutatás helyszínét magába foglaló létesítmények, illetve kutatási helyszínenként egy önkormányzati ellenőrzési és információs társulás számíthat támogatásra, de területfejlesztési célra a jövőben nem nyújtható támogatás. Ez a pontosítás néhány települést hátrányosan fog érinteni, ugyanakkor ez így lesz összhangban a nemzetközi gyakorlattal,
és azt hiszem, hogy a területfejlesztési célok megvalósítása nem ezen a csatornán, hanem más módokon célszerűbb úgyis megcsinálni. A törvényjavaslat a nukleáris anyagok fizikai védettségével kapcsolatban megjeleníti a legfontosabb fogalmakat, és meghatározza a nukleáris védettség és a fizikai védelem fő célkitűzéseit, valamint felhatalmazást ad a kormánynak a nukleáris és más rádióaktív anyagok és nukleáris létesítmények fizikai védelme kormányrendeletben történő szabályozására. A kormányrendeletben előírt követelmények teljesítésének lehetséges módját az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója által kiadott, a hatóságok által elfogadott és támogatott úgynevezett jó gyakorlatot leíró útmutatók fogják tartalmazni. A törvényjavaslat rögzíti az atomenergia alkalmazása körében eljáró, önálló műszaki szakértőkkel kapcsolatos alapvető követelményeket és szabályokat is. A nukleáris biztonság területén megkímált kiemelt szakmai szintű tudás előzetes értékelését a javaslat szerinti független szakmai testület, a Magyar Mérnöki Kamara végzi. A szakértőkben szemben támasztott követelmények azt a célt szolgálják, hogy az engedélyes olyan szakvéleményeket nyújthasson be a hatósághoz, amelyek érdemben segítik az atomenergia felügyeleti szervet a döntéshozatal során. Ez egy nagyon lényeges kiegészítése az atomtörvénynek, hogy az eddig is működő úgynevezett third party független szakértői rendszernek egy hivatalos felmenő rendszerét biztosítja, ugyanis az, hogy független szakértők közreműködjenek, az egész társadalomnak érdeke. Tehát ez bizonyos fokig egy civil kontrollt is növelni tud, hogy nem csak az engedélyes, az atomerőmű és a hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal áll szembe egymással, hanem létezik egy olyan, létezni fog, jelenleg is van, csak nem a mérnöki kamara hagyta jóvá, olyan szakértői lista, akik függetlenek mind a két szervezettől, így a véleményük pártatlan, és a civil érdeklődők számára is elérhető és megnyugtató szakmai, tárgyalagos szakmai véleményt jelent. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezőerő szolgálatról szóló 1997. évi törvény rendelkezései a nukleáris biztonsági követelményekkel összhangban kiegészülnek a nukleáris létesítmények fizikai védelmét ellátó fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos speciális szabályozás alapjaival, valamint az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésének szabályaival is. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy előrelépés, hogy ez törvényi szinten kerül szabályozásra, ugyanis a gyakorlatban eddig is megvalósult, hogy a fizikai védelmet biztosító fegyveres biztonsági őrökkel szemben létezett különleges fizikai kiképzési és egyéb megbízhatósági feltétel, csak ezeket nem jogszabály írta elő, nem törvény írta elő, hanem alacsonyabb szintű rendelkezések. Tehát így én úgy gondolom, hogy ennek a garanciája, hogy törvényi előírásban szerepel, ezzel javulni fog. A törvényjavaslattal kapcsolatos lényeges észrevétel, hogy alapos előkészítés előzte meg, részletes indoklással van ellátva, magas szakmai színvonalú előterjesztés, amely illeszkedik a nukleáris energia békés célú magyarországi felhasználásának kormányokon átívelő koncepciójába és szükségszerűségébe. A törvényjavaslat összhangban áll az aktuális nemzetközi követelményekkel, figyelembe veszi a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ajánlásait, és az Európai Szövetség a VENRA legújabb ajánlásait is. A hatósági tevékenység átalakítása a paksi atomerőmű blokkjainak üzemidő hosszabbításához kapcsolódik, a bővítéshez egyelőre nem. Tehát itt azért egy cezúrát kell vonni, hogy ez még nem a bővítésről szól ez a törvénymódosítás, az üzemidő hosszabbítás előkészítéséhez. A tervezett szabályozás átalakításokra vonatkozó új elemei
nem jelentik sem a biztonsági követelmények lazítását, sem a hatósági felügyelet gyengülését. Az új elemek célja és lényege a nemzetközi trendeknek megfelelő és egyben hatékonyabb hatósági felügyeleti módszerek bevezetése, áttérés az előíró jellegű hatósági beavatkozásokról az ellenőrző jellegű megközelítésre.